Az elmúlt három tavaszi forduló vereségei után maradt a 18. kieső helyen a szekszárdi UFC. A néhány helyen előrébb lévő Vác ellen a biztonságos védekezésből kiinduló taktikát választotta a novemberben érkező új edző Turi Zsolt. Amire készültünk, az ült ezen a mérkőzésen, mert sok mélységi labdával próbáltunk a gyors embereinkkel lehetőséget teremteni a gólszerzésre. Meg is voltak a lehetőségeink, annak ellenére nehézé tettük saját magunknak ezt a mérkőzést, hogy nem rúgtuk be. Az UFC azért is tart ott, ahol a még bőven kiesőnek számító 18. helyen, mert az ősz idényben és néhány tavaszin is a védelmi rövid zárlatok következtében megnyerhető meccsek egész sorát vesztette el. Az elmúlt három mérkőzésen, ahol nem szereztünk pontot sajnos, hogy saját magunkat vertük meg, mert csak fegyelmezetlenségből és nagyon nagy egyéni hibákból kaptuk a gólokat, úgyhogy a kapusunknak az első két meccsen nem kellett vetődnie. Tehát úgy vesztettünk 6 pontot, hogy a kapusunk nem dőlt el se jobbra, se balra, és nem tudtunk pontot szerezni. A 74 éves Csank János úgy nyilatkozott, megérezte 3-4 rutinos játékosának hiányát. Keveset éreztem a csapatban, illetve tehát a gyenge formában volt egyénileg mindenki, kicsit a tala is zavaró volt, mert azért mind a két csapatot zavarta, nem ártott, kis vízhiánya van ennek a pályának, és battyogott szépen a labda, de ugye nézők nélkül hangulattal egy kicsit. Tehát ez egy jó megye egyes meccs volt. Én elég sokat látok megye egyes meccseket. Hát erre ráfogni, hogy NB3, ez bravúr lett volna. Én csapatomról beszélek elsősorban. A nagyon gyenge teljesítmény nyújtottunk. Emellett dicsérte a Szekszárdot, számára szimpatikus, akaratos, fegyelmezett és szervezett játéka miatt. Gratulálok az ellenfelünknek, a Szekszárdnak. Ez nem a miénk volt. Úgyhogy mondtam is a srácok, ezt most itt jó, megbeszéljük majd még holnap a dolgokat, nyilvánvaló, de ezt úgy felejtsük, hogy van, jönne a többi mérkőzés. A biztos bentmaradást jelentő 14. helyért folyó ádász küzdelemben az NB3 20 csapatos középcsoportjában sok pontra van szüksége az érintett, veszélyeztetett csapatoknak.